Kedves nézőink, Önök a Líceum Televízió magazinműsorát, az Eszterházi Krónikát látják az elmúlt két hét egyetemi aktualitásaival. Már is hozom a részleteket, tartsanak velünk! Guinness rekord kísérleten és integrált gyereknapon vehettek részt az óvodások, kisiskolások és a városban tartózkodó ukrán gyermekek, a Rotary Klub Beger és a Gyógypedagógiai Intézet szervezésében. A kísérlet május 26-án 13 órakor kezdődött, amikor 700 gyermek nyalta egyszerre a jégkrémet a Szmrecsány Lajos kertben. Három! Jégkrémevés, játékos feladatok, látványos kísérletek. Többek között ezek várták azokat a gyerekeket, akik ellátogattak a Szmrecsány Lajos kertbe, a Guinness rekord kísérlet és integrált gyereknapra. A kísérlet május 26-án 13 órakor kezdődött, amikor 700 gyerek nyalta egyszerre a jégkrémet a Szmrecsány Lajos kertben. Úgy működik nálunk, hogyha egy Rotary szervezetnek van egy olyan projektje, ami többet is érdemel egy-egy régiónál, akkor abba az ország többi szervezete is bekapcsolódhat. Ez is egy ilyen, a szolnokiak ötlete volt, és legalább 20 klub az országban csatlakozott ehhez, és akkor ugye a jégkrém elszállítása, a hűtésnek a biztosítása, nem mellesleg a jégkrém árának a összegyűjtése. Ezek voltak az előzmények, felvettük a kapcsolatot a iskolákkal, óvodákkal, létszámokat kértünk, laktózérzékenyeket külön számoltuk, beosztottuk, hogy ki mikor érkezik, és itt fogadtuk őket, ugye elég gördülékenyen sikerült átadni a pakokat a kísérőknek, és ugye fontos volt az, hogy egy óra akkor volt a kísérlet, tehát be kellett egy zoomos felületen jelentkezni, és közvetíteni kellett a jégkrémevést. Hát majdnem 750 gyerek volt az, aki itt állt a szökőkút körül, és aki részünkről részese volt ennek a rekordkísérletnek. A többiek természetesen a jégkrémet megkapják, a bulit megkapják, de a rekordban nem lesznek részesek. Ez nem baj, mert majd próbálkozunk jövőre is, és akkor többen jönnek egy órára, és nagyobb lesz az új rekord. A Rotary Klub Eger szervezésében megvalósult kísérletben az egri óvodások, alsó tagozatosok, a városban tartózkodó ukrán gyermekek vettek részt. Ez nekünk is egy kihívás volt, a gyerekeknek is, és hát mivel országos szintű kezdeményezés, ezért fontosnak tartottam, hogy csatlakozzunk a többi iskolához, a többi osztályhoz, ezért jöttünk ki mi is. És lelkesek voltak egyébként a gyerekek a gyereknappal kapcsolatban? Nagyon lelkesek voltak, nagyon várták ezt a programot is, meg hát az egész hétvégét, az egész heti gyereknapi programot. A Gyógypedagógiai Intézet 2022-ben becsatlakozott a Rotary Klub Guinness rekord kísérletébe a már hagyománynak számító integrált gyereknappal. Az intézet oktatói és hallgatói arcfestéssel, különböző ügyességi és mozgásfejlesztő játékokkal készültek a gyereknapra. Milyen feladatot láthatunk itt a háttérben? A háttérben éppen egy pókhálós feladatot láthatunk, ahol az a feladata a gyerekeknek, hogy átmásszanak és kúszanak itt a kiaggasztott madzagokon. Ezeken felül pedig láthatunk még rengeteg játékos mozgásos feladatot, például van labdaháló, ami a gyerekek közt nagyon népszerű. Vannak még ugrálós játékok, futós játékok, és ez mind, szerintem minden korosztálynak nagyon hasznos tud lenni. És miért tartott fontosnak, hogy a Gyógypedagógiai Intézet kivonuljon egy ilyen nyílt napra, gyereknapra? Úgy gondolom, hogy fontos, mert a gyerekeket azon keresztül tudjuk fejleszteni, hogy játszunk velük, és igazából ez benne van a mi szakmánkban. Ezen felül pedig még vannak kint látássérültek is, akikkel megismerkedhetnek a gyerekek. Ezt is fontosnak tartom, hogy úgy legyen tapasztalatuk, és ne ijedjenek meg, ha találkoznak egy ilyen emberrel. A jégkrémevésen és a szórakozáson felül a szervezők fontosnak tartották, hogy a gyerekek játékosan tapasztalatot is szerezzenek. Találkozhattak a katasztrófavédelem tűzoltóautójával, jelen volt a rendvédelem, de kint volt a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete is, ahol a gyerekek gyengénlátó vagy vakembertársaik bőrébe bújhattak. Pál Anna szemfedőben is fehér bottal próbált boldogulni a vakok világában. Nagyon, hát ilyen nehéz volt, meg érdekes volt, hogy nem láttam semmit, meg csak arra figyeltem, hogy a betonon vagyok-e, vagy nem.
És milyen programokon vettél még itt részt a gyereknapon? Volt karkötőfűzés, volt ilyen pillangókészítés, hát meg még ugye volt, lehetett itt rajzolni ilyen érdekes szemüvegekben, egyelőre még ennyi. És volt egy Guinness rekord kísérlet is, ugye fagyit kellett tenni. Milyen érzés volt meginni azt a fagyit és részese lenni egy ilyen élménynek? Hát jó volt meg, hogy ennyi gyerek volt ott, meg egyszerre kiáltottunk, és ez így nagyon jó volt. És finom volt a fagyi? Igen, nagyon. A szervezők az idei rendezvény sikerén felbuzdulva a jövő évre egy nagyobb számmal tervezik a Guinness rekord kísérletet. A hazai mellett négy külföldi szénrégió területi igazságos átmeneti terveivel ismerkedhettek meg a Life IP Norsu Trans Projekt Szénrégió Bizottsága és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett nemzetközi konferencián résztvevők május 25-e és 27-e között Egerben. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont május 25-e és 27-e között a Life IP Nordhu Transprojekt Szénrégió Bizottsága és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett nemzetközi konferenciának, ahol a résztvevők megismerkedhettek a hazai mellett négy külföldi szénrégió, Szlovénia, Csehország, Szlovákia és Románia területi igazságos átmeneti terveivel. A 2021 márciusában alakult hazai szénrégió bizottság feladata a mátrai erőmű és a lignit alapú villamos energiatermelés dekarbonizációjának, valamint az észak-magyarországi régió fenntartható igazságos átmenetének támogatása valamennyi érintett szervezet bevonásával. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem a 9 éves projektben egyedüli felsőoktatási intézményként vesz részt. Az egyetemünk is egyik ennek a 22 főből álló konzorciumnak, amely a Life projekt megvalósítására irányul, segítve ezzel Magyarország energia és klímatervét, valamint a mátrai hőerőmű 2030-ig történő dekarbonizációját. Itt alakult meg egyetemünkön a szénrégió titkársága, feladata az egyetemnek különböző tanulmányok elkészítése, gazdasági számítások elkészítése, a stakeholdereknek, a konzorciumi tagoknak, illetve az érintetteknek a koordinálása, és a szemléletformálás, tanulmányok készítése, tehát nagyon sokrétű az egyetem feladata, és hát nagyon fontos számunkra az, hogy részt vehetünk ebben a nemes feladatban, amely a teremtett világ megóvására irányul. A konferencia nyitónapján előadást tartott dr. Botos Barbara, egyetemünk oktatója, illetve a Life IP Nordhu Transprojekt szakmai vezetője, aki kiemelte, egyre fontosabb a 3D, azaz a dekarbonizáció, a digitalizáció és a decentralizáció, de nagyon fontos az is, hogy senkit ne adjunk hátra a folyamat közben, azaz az igazságos átmenet. File Sándor, a Szénrégió Bizottság elnöke, illetve a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára beszédében azt emelte ki, lényeges, hogy a vállalkozások megkapják a segítséget a zöld átálláshoz. A projektnek azt gondolom, hogy a legnagyobb szakaszai és legnagyobb mérföldkövei az az, hogy generáljon olyan átállási projektjavaslatokat, hogy az a térség, az a gazdasági térség, a mátrai, illetve a bükkábrányi térség, hogyan fejlődjön tovább, akkor, amikor már a szén alapú energiatermés nem lesz meghatározó, mik legyenek azok az új gazdasági irányok, amik ezekbe a térségekbe betelepülnek. Hiszen egy nagyon fontos minimum követelmény az az, hogy tudjuk pótolni azt a gazdasági teljesítményt, ami ki fog esni. És egyébként ez egy jelentős teljesítmény. Heves megyének három fontos gazdasági térsége van, abból az egyik a mátrai, gyöngyösi térség. Annak a térségnek a negyedét ez a szén alapú energiatermelés adta, tehát ennek pótlása, cseréje egy nagyon fontos folyamat. Erre kellenek projektjavaslatokat generálni a térségből, mik azok az átállt zöld gazdasági irányok, amiben mehetünk. Ezekre az irányokra kell ráirányítani egyébként a helyben működő KKV szektor figyelmét, és kapcsolódjanak be beszállítóként, illetve az átálláshoz nyilvánvaló munkaerőre, képzett munkaerőre van szükség, tehát segítenünk kell azt, hogy az átállásban munkájukat
transformálni képesek legyenek az emberek, azaz szerezzenek olyan tudást, hogy az új munkahelyeken a betelepülő új gazdasági irányokba tudjanak munkát vállalni. A nyitónapon előadást tartott az Európai Bizottság éghajlatpolitikai főigazgatóságának főigazgató helyettese és az igazságos átmeneti alap szakpolitikai koordinátora a bizottság regionális és várospolitikai főigazgatóságáról. A nemzetközi konferencia és együttműködés eredményeképpen a Magyar Szénrégió Bizottság titkárságának munkatársai egy csereprogramban vesznek majd részt. Az itt jelenlévő szénrégiók közül is többel már aktív kapcsolatban vagyunk szerencsére, mert a titkárságnak az egyik fő célkitűzés, hogy más szénrégió megismerjünk, kapcsolatot építsünk, és a jövő év során lesz egy olyan közvetlenül az Európai Bizottság által támogatott csereprogram, amelynek keretében a szlovén és egy cseh szénrégióval tudunk tapasztalatot cserélni az Asavia szénrégióban, Szlovéniában. A konferencia második napján a résztvevők az igazságos átmenet legfontosabb témáiról hallhattak előadásokat. Tax Lilla, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. Munkatársa előadásában a projekthez kapcsolódó A7-es akciót mutatta be, ami a lakossági lignit felhasználás és az energiaszegénység kapcsolatát is kutatja. A lakosságnak egy része fűtésre használ lignitet, és azt gondoljuk, hogy a lignit kivezetéssel komoly problémába kerülhetnek bizonyos társadalmi csoportok, akiknek ez a lehetősége van most arra, hogy viszonylag olcsón fűtsék a háztartásukat. És a kutatásunkban azt próbáltuk megvizsgálni egyrészt, hogy mit tudunk jelenleg a lakossági szénfelhasználásról, milyen adatforrásaink vannak, illetve hogy milyen kapcsolatban áll ez az energiaszegénységgel, az energiaszegénységhez kapcsolódó indikátorokról mit tudunk települési szinten itt a régióban. Mi feladataink azok abszolút kapcsolódnak az igazságos átmenethez, mert éppen az a cél, hogy azok, akik korábban lignittel fűtöttek, ne kerüljenek egy fenntarthatatlan helyzetbe a fűtésükhöz kapcsolódóan. Ehhez próbálunk egy másik akció keretében lesz erre épülve egy olyan pilot projekt, ami a lakosságot célozza, lakossági energiahatékonysági felújításokkal, illetve beavatkozásokkal és egy energiaközösség létrehozásával. Mitől lesz igazságos a dekarbonizáció? Tette fel a kérdést előadásában Galgóci Béla, a brüsszeli székhelyű Európai Szakszervezeti Kutatóintézet egyik vezető kutatója, aki kiemelte, bár a válasz nagyon összetett, de maga a dekarbonizáció elengedhetetlenül szükséges. A szén alapú energiából ki kell szállni, amilyen gyorsan csak lehet. Ez egy imperatívus. De ez csak akkor sikerül, hogyha nem csak megfelelő beruházások, regionális fejlesztési projektek készülnek, hanem a munkavállalók jövője is biztosítva van. Szén alapú bányászat vagy erőművi munka már nem lesz, ez megszűnik. Tehát új lehetőségeket kell keresni, ehhez szükséges programokat kell indítani, illetve bizonyos korcsoportoknak egy jövedelempótló esélyt, támogatást biztosítani. Nem az ő hibájukból történik az, hogy megszűnik a munkahelyük. És ez egy komplex feladat, mert képzési programokra van szükség. Láttuk a néhány előadásban konkrétan be volt mutatva, hogy milyen screening és projektek indulnak, amik felmérik a potenciált, tehát hogy milyen munkahelyi perspektívák vannak a környezetben, milyen képzési igény jelentkezik, és mire alkalmasak a dolgozók. Úgymond. Tehát ez egy komplex feladat, ezt végig kell vinni, de a lényeg az, hogy egyetlen ember nem maradjon hátra, ugye? A kutató kifejtette, nem csak a munkavállalók, hanem adott esetben a régió és a település egyéb foglalkoztatottjaira is gondolni kell, hiszen ha egy nagy erőmű, mint foglalkoztató kiesik, az egy lavina folyamatot indíthat el egyéb vállalkozások körében is, akár például a közlekedési infrastruktúra, akár a szolgáltató szektor szempontjából. Éppen ezért is fontosak az ilyen nemzetközi konferenciák, tette hozzá a kutató, hiszen itt lehet tanulni egymástól, a különböző régiók megvitathatják a jó tapasztalatokat.
A nemzetközi konferencia zárónapját az MVM Mátrai erőműben tartották, ahol a résztvevők kis vonattal járták be az erőmű területét, ezáltal is jobban megismerve az ott zajló munkát. Szóbeli tételek, írásbeli feladatsor és laborgyakorlat is várt azokra a diákokra, akik részt vettek a 33. Hevesi György Kárpát-medencei kémia verseny döntőjén Egerben. A megmérettetése a Kárpát-medence legjobban felkészült 7. és 8. osztályos kémikus diákjai kerültek be. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont a 33. Hevesi György Kárpát-medencei kémia verseny döntőjének május 27-e és 29-e között. A megmérettetésre a Kárpát-medence számos pontjáról érkeztek 7. és 8. osztályos diákok, akiket a szervezők egy izgalmas kémiai showval fogadtak az első napon. Betlehem Simon Rebeka, 8. osztályos tanuló először vett részt a megmérettetésem, elárulta, az ezüstükör próba tetszett neki legjobban a bemutatott kémiai kísérletek közül. Dr. Murányi Zoltán különböző kémiai kísérletekkel mutatta be a diákoknak, hogy a kémia izgalmas és változatos tantárgy, melyet sosem lehet megunni. A verseny országos felelőse, koordinátora és a Magyar Természettudományi Társulat kémiai szakosztályának elnöke, professzor Dr. Horvölgyi Zoltán is kiemelte, a természettudományos tárgyak ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük a körülöttünk lévő világot. A természettudományos tárgyak ismerete nélkül igazándiból egy társadalomban nem lehet sikereket, eredményeket elérni. Sajnos ma sok olyan eset előfordul, hogy olyan eszközöket használnak a fiatalok, én jó magam is, hogy igazándiból nem ismerem a működését. Ez annyira nagy szakadékot fog a jövőben teremteni, hogy itt valamilyen nem jó események várhatók. Nagyon fontos, hogy legalább alapjaiban megértsék még azok is ezeket a jelenségeket a kémia, fizika, biológia területén, akik nem is lesznek majd kémikusok, biológusok vagy fizikusok. Tehát akkor fogjuk magunkat a jövőben jól érezni az életünkben, ha legalább minimális szinten megfogjuk ezeket érteni. A versenynapon a diákokra 3 forduló is várt, egy szóbeli felelet, egy írásbeli feladatsor, emellett pedig laborgyakorlaton is részt kellett venniük. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kápolnájában ülésezett a Magyar Rektori Konferencia, melynek plenáris ülésére 2 évente kerül sor. Idén az Egri Egyetem látta vendégül a felsőoktatási intézmények vezetőit, a téma pedig a felsőoktatás aktuális helyzetének áttekintése volt. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kápolnájában ülésezett a Magyar Rektori Konferencia. A plenáris ülés megnyitóján dr. Borhi László, a Magyar Rektori Konferencia elnöke tartott köszöntő beszédet, majd dr. Pajtókné, dr. Tarilona ismertette a meghívottakkal a Líceum példás történelmét. Az intézmény rektora kiemelte, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem jó úton jár, hiszen az Észak-Magyarországi Régió kiemelt tudásközpontja. Egyetemünk törekvése az, hogy a jövőben ne csak a régió, hanem Magyarország, sőt nemzetközi szinten is elismert felsőoktatási intézmény legyünk. És hát egy ilyen alkalom, amikor Magyarország összes felsőoktatási intézményének a vezetői, rektorai, rektorhelyettesei, az ágazat irányító képviselői jelen vannak, ez egy megtiszteltetés az intézménynek, és azt az üzenetet közvetítik, hogy az intézményünk, az egyetemünk jó úton jár ahhoz,
hogy az alapító, az egyetem alapító püspök álmát teljesítse ahhoz, hogy egy minőségi képzést folytató, elismert egyetem legyen. A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésére két évente kerül sor. Idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem látta vendégül a felsőoktatási intézmények vezetőit. A téma a felsőoktatás aktuális helyzetének áttekintése volt. Új kormányunk alakult, új fenntartóval kezdünk el dolgozni. Az államtitkárság is megváltozott, és Hankó Balázs helyettes államtitkár úr képviseletében nyilván erről vonatkozóan is információkat kapunk. Tisztújítás is lesz idén a Magyar Rektori Konferencia elnöki és két alelnöki tisztségére, illetve a felsőoktatási tanácsadó testületbe a delegált tagunk is most kerül megválasztásra. Egy komplex programunk lesz, és szeretettel fogadtuk a meghívást Egerbe. Az ülésen jelen volt dr. Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is, aki kifejtette, az elmúlt években a felsőoktatás a magyar kormány egyik kiemelt területe volt. Az elmúlt évek döntéseinek köszönhetően az Európai Unióban top 3-ban van a magyar felsőoktatás támogatása, finanszírozása, fejlesztése. Idén több mint 1000 milliárd forintot költünk erre, ami a GDP 2%-át jelenti, és hát egy új modellben, egy versenyképesebb modellben működik tovább a felsőoktatásunk, és itt Egerben is egy megújult Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel vágunk neki a felsőoktatás következő évtizedének. A plenáris ülés résztvevői többek között olyan előadásokat is meghallgathattak, mint az ukrajnai felsőoktatás a háború előtt, vagy a megújuló polgári hírszerzés. A környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében tartottak zöld hetet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tematikus héten olyan programokon vehettek részt a diákok és az egri lakosok, mint a Tittel Flashmob, rendhagyó órák és a zöld energiák a mezőgazdaságban az Energy for Farming projekt eredményeinek bemutatása. Környezetvédelem, klímaváltozás, fenntarthatóság. Csak három azon témák közül, amelyekről bővebben hallhattak a fiatalok a Life program 30. születésnapja alkalmából rendezett zöld héten. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetlen felsőoktatási intézményként csatlakozott a születésnapi programsorozathoz a zöld hét megszervezésével. A cél az volt, hogy minél több tanszéket bevonjanak és változatos programokkal készüljenek a gyerekeknek, hallgatóknak és az egri lakosoknak. Hát ugye ezt a bolygót kölcsön kapjuk, és ezt tovább is kell adnunk majd, és a mi felelősségünk az, hogy a leendő generációnak is, ha nem is ugyanilyen állapotban, de sokkal jobban kellene átadnunk a Föld nevezetű bolygónkat, tehát ez nem is kérdés, hogy miért kell erre nevelnünk a következő generációt. A zöld hetet egy rendhagyó óra nyitotta a Bartók téri gyakorlóiskolában, ahol a negyedik bések játékos feladatokkal merülhettek el a környezetvédelem témakörében. Alapvetően ugye kettő témát dolgoztunk fel, az egyik a légszennyezettség, a másik pedig az energiatakarékosság. Ugye mind a kettő egy elég fontos téma lenne a mindennapokban, amire talán ilyen kiskorban még nem fektetnek olyan nagy hangsúlyt, és legelőször egy érdekfeszítő videót vetítettünk le a gyerekeknek, és annak a témáját próbáltuk kideríteni, így jutottunk el az óra kettő témájához, majd játékos feladatokkal próbáltuk feldolgozni, hát remélhetőleg szerették. És hogy értékelted a gyerekek mai munkáját? Hát nagyon aktívak voltak, nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon örülünk, hogy eljöhettünk ide a gyakorlóiskolába. Sári Barnabás, negyedik biosztályos tanuló sokszor jelentkezett az óra folyamán, hiszen közel áll hozzá a környezetvédelem témaköre. Hát nekem az a tanulság ebből, hogy legyek energiatakarékosabb, víztakarékosabb. Hát... És próbálsz egyébként tenni is valamit ezért? Igen, most hát mondjuk fogmosásnál is azt szoktam csinálni, hogy amíg fogat mosok, addig kikapcsolom a vizet, így, mert régen nagyon azt csináltam, hogy teljesen megengedtem a vizet, és addig is, amíg fogat mostam. A zöld héten a Tittel Pál könyvtár is aktívan részt vett. Többek között régi szemüvegkereteket gyűjtöttek. Látogatható volt a Madárlesen a Jásságban kiállítás, valamint Tittel Flashmob volt az Eszterházy téren. A gyakorlóiskola tanulói is látogatást tettek a könyvtárba, ugyanis számukra egy olyan kézműves foglalkozással készültek a könyvtár dolgozói,
ahol háztartási hulladékokból alkothattak. Itt a könyvtárban egy ilyen újrahasznosítás folyik most, kreatív módon. Mit készítettél most éppen itt a háttérben? Hát még eddig semmi, de pókot csinálunk. És milyen alapanyagokból csináljátok ezt a pókot? Hát ilyen koffeinis tartókból, ezeket így össze kell taposni. Az a lényeg, hogy ebből kéne ilyen lábokat csinálni, aztán még el kell kiragasztani ezt, és ezekkel meg ilyen szemeket. És akkor kész van a pók. És minél több kell, hogy legyen bele. A programsorozathoz a botanikus kert is csatlakozott, ahol a viaskodó állatok, Rejtek helyek a városban című környezeti nevelés program, és a beszélgetések a kertben sorozat első részével találkozhattak a kertbe látogatók. A délelőtti program a városiasodó állatokról szólt, gyerekeknek szóló foglalkozások voltak, amelyen a gyerekek játékosan tanulhatták meg, hogy mivel találkozhatnak a városokban, milyen állatok, milyen élőhelyen élnek. A délutáni program inkább a felnőtteknek szól, amely a kötetlen beszélgetés sorozat indító beszélgetése lesz, amelynek a címe Beszélgetések a kertben. Ez alkalomból most az élővilágról és a természetről fogunk beszélgetni kollégákkal és meghívott vendégünkkel. A Sporttudományi Intézet játékos tájékozódási feladatokkal készült a gyerekeknek, hiszen szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy számos olyan természetben űzhető tájékozódási sport van, amit fiatalabbak és idősebbek is űzhetnek. A Sporttudományi Intézet a Zöld Hét programjai közül egy szabadban űzhető programot, játékot tervezett, mégpedig a tájékozódás alapjait szeretnénk megmutatni játékos formában a gyerekeknek. A mögöttem látható területen egy Matrix pálya teljesítése zajlik éppen. A feladat az, hogy a térképet betájolva sikerüljön megtalálni azokat az ellenőrző pontokat a területen, amelyek be vannak a gyerekek térképére rajzolva. Aztán tovább haladva, majd egy másik térképen a pálya körül helyeztünk ki ellenőrző pontokat, azokat fogják megkeresni. Farkas Sára, 4. A-osztályos tanuló boldogan vett részt a logikai sportos programon. Milyen feladatok vannak ma itt a sportpályán? Hát, hogy be kell csiptatni egy ilyen, nem tudom mi az, és meg kell csinálni egy pályát, amiben különféle helyeket kell becsiptatni. És eddig hogy érzed magad? Nagyon jó. A Zöld Hét utolsó programja, a zöld energiák a mezőgazdaságban, az Energy for Farming projekt eredményeinek bemutatása volt. Tulajdonképpen nagyon sok projektünk fut a fenntarthatóság, a zöld jövő jegyében. Az egyik ebből az Energy for Farming nevezetű projekt, amelyikben a zöld energiák, megújuló energiák mezőgazdasági hasznosítását vagyunk hivatva felmérni egy nemzetközi konzorciumban. És ennek a projektnek az eredményei most kezdenek beérni. Ezeknek az eredményeknek a rövid bemutatása lesz itt részben a mai előadás. Szerencsésen jött közbe ugye a Zöld Hét, ami teljesen tematikailag egybevág a mi projektünknek a témájával. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Zöld Hét sikere után reméli, hogy minél több emberhez el tudta juttatni a környezetvédelem fontosságát. Turizmus vendéglátás, sportszervező, rekreáció és életmód, gazdálkodási és menedzsment, földrajz BSC településfejlesztés specializáció és szociálpedagógiai alapszak. Hogy mi a közös ezekben? Az egyik a most aláírt együttműködési megállapodás az Állami Ménes Gazdaság Szilvásváraddal, ugyanis a felsorolt szakok hallgatói lehetőséget kapnak arra, hogy tanulmányaik ideje alatt bekapcsolódhassanak a Ménes Gazdaság mindennapjaiba. Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a szilvásváradi Állami Ménes Gazdasággal. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektor köszöntőjében kiemelte, az egyetem törekszik arra, hogy a képzéseit magas színvonalon és gyakorlatorientáltan valósítsa meg, melynek érdekében az elmúlt években több céggel és vállalkozással is együttműködési megállapodást kötött. Ehhez a törekvéshez csatlakozik a mostani együttműködés a Ménes Gazdasággal. Több olyan szakunk is van, például a turizmus vendéglátás, a rekreáció és életmód, vagy a sportmenedzser, földrajz, geográfus, BSC, illetve szociálpedagógus képzés, ahol
szakmai gyakorlatra mehetnek a hallgatók a ménes gazdaságba, sőt, duális képzésben is részt vehetnek. Sőt, még a mozgóképkultúra és média ismeret szakos hallgatóinknak is adódik lehetőség, hiszen filmeket forgathatnak majd az állami ménes gazdaságban. De mindezen túlmenően szeretnénk bevonni a ménes gazdaság kiváló szakembereit is a képzések gyakorlatainak az oktatásába, illetve egy olyan tudástranszfert szeretnénk végrehajtani, amely kétirányú, és hát elsősorban a hallgatóink lesznek ezeknek majd a haszonélvezői. A megállapodás értelmében az egyetem hallgatói szakmai gyakorlatokon kapcsolódhatnak be a ménes gazdaság életébe, különböző programok szervezésében és lebonyolításában segítkezhetnek, de aktív alakítói lehetnek a lovas turizmusnak is. Emellett lehetőség adódik akár lovasterápiás szakembernek tanulni, illetve magát a lovaglást, mint sportot kipróbálni. Számos ágazata van a ménes gazdaságnak, a tenyésztés, óképzés mellett múzeumok találhatóak nálunk, de az idegenforgalom, a szilvesfárad idegenforgalomnak egy jó részét is mi generáljuk, illetve bonyolítjuk le. A múzeumok mellett gondolok itt a kereskedelmi szálláshelyeinkre, illetve előre szervezett rendezvényekre, ménes látogatásokra, és olyan programokra, amelyek a Bükkhegység és Szilvásvárad múltját, jelenét, sőt a jövőjét is bemutatják. Cseri Dávid, az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad igazgatója az együttműködés aláírásakor elárulta, már kiírták a pályázatot a 70. jubileumát ünneplő Csipkéskuti telephely és a 2024-es lovas világbajnokság számára készülő plakátok és logók megtervezésére, melyre várják a tervező grafikus hallgatók alkotásait is. A 2021-2022-es tanévre új nemzeti kiválóságprogram ösztöndíjat nyert 18 hallgató, fiatal oktató és kutató prezentált a kutatási eredményeit május 31-én az Esztenházy Károly Katolikus Egyetemen. A plenáris előadást dr. Váci Kálmán Zoltán, a Kutatási és Fejlesztési Központ tudományos főmunkatársa, az egyetem általános rektorhelyettese tartotta meg. Az új nemzeti kiválóság program 18 ösztöndíjasa mutatta be kutatási eredményeit május 31-én a líceumban. Novák Blanka, biológia BSC szakos hallgató, már több mint 7 éve folytat tudományos kutatást, többször is elnyerte már az UNKP ösztöndíjat. Ebben az évben különböző növényi hatóanyagok felhasználását kutatta dermatológiai vonatkozásban. Innovatív fitodermatológiai formulációk profilelemzését végeztem el, amely jelentette 3 innovatív összetételű dermatológiai termék elkészítését, mely különböző bőr- és esztétikai problémákra adnak hatékony megoldást, ilyen például a rozáca, hiperpigmentáció, acné vulgaris, vagy köznapi nevén pattanások és az öregedés látható jelei. Mindezeket molekuláris, biológiai, biokémiai és dermatológiai vonatkozásban vizsgáltam. Mit gondolsz, miért fontos, hogy a hallgatók jelentkezzenek az ilyen ösztöndíjakra? Szerintem azért fontos, mert egyrészt az UNKP pályázat megadja azt a lehetőséget és azt az eszköztárat, amely segíti a kutatás előre menetelét, illetve egy olyan talajt ad azáltal, hogy a tanárok, professzorok, kutatók támogatják a munkákat, illetve a kapcsolati rendszert is szélesíthetik azon keresztül, hogy különböző szakemberekkel ismerkedhetnek meg. Az új Nemzeti Kiválóság Program konferencia napját dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes és intézményi UNKP koordinátor nyitotta meg, aki kiemelte, nagyon fontos, hogy az ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, illetve fiatal oktatók és kutatók bemutatkozzanak és prezentálják, megvitassák kutatási eredményeiket. Az ösztöndíj szerződésben ez egy kritérium, hogy minden ösztöndíjasnak az intézmény által szervezett UNKP konferencián elő kell adni az eredményeit. Másrészt pedig ugye kutatók, tehát kutatási tevékenységre kapnak ösztöndíjat, és egy kutatónál az természetes, hogy a kutatási eredményeit megosztja, publikálja, és ennek egyik lehetséges formája a konferencia előadás. Tehát mondhatni, hogy azoknál, akik ugye hallgatók, mégis a kutatói léttel még csak ismerkednek,
ismerkednek, ez egy jó gyakorlás is, hogy éppen ezért igyekszünk egyébként ezt a rendezvényt úgy megszervezni, mint hogyha egy éles konferencia lenne, programmal, absztraktokat bekérjük, tehát hogyha majd kieveznek a nagyobb vizekre, akkor is tulajdonképpen pontosan ugyanezt fogják csinálni. A köszöntő után a Magyar Szőlőkórokozók és a Szőlőtőkebetegségek kimeríthetetlen tárháza címmel tartott plenáris előadást dr. Váci Kálmán Zoltán, a Kutatási és Fejlesztési Központ tudományos főmunkatársa, az egyetem általános rektorhelyettese. Ez egy nagyon izgalmas téma, ugye én a szőlőkórokozókkal foglalkozom, és a mai előadásnak a téma, ez a témája a szőlőtőkebetegségekhez kapcsolódó kórokozóknak a vizsgálata. Ez egy nagyon szép kerek történet, már ha lehet arra mondani egy kutatásban, hogy kerek lehet valami, tehát hogy van eleje, vége egyébként, de hogy nyilván soha nem fejeződik be. Olyan kórokozókról beszélek, amelyeket az elmúlt, hát nem is tudom, egy ilyen 10 évben sikerült ez alatt a munka alatt megtalálni, és mindegyiknek van valamilyen kis specifikuma, hogy miért érdekes, milyen új adatokat tudott a tudománynak, a szőlőtermesztésnek, a magyar szőlészetnek, borászatnak adni, az, hogy foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és az, hogy új ismereteket fedeztünk fel, és tudtunk közzétenni ebben a témakörben. Dr. Váci Kálmán Zoltán előadása alatt több jó tanácsot is megfogalmazott a fiatal kutatóknak. Hangsúlyozta, egyedül dolgozni lehet, de sokkal nehezebb, így nagyon fontos, hogy egy jó csapatot építsünk ki, hogy együtt dolgozzunk, illetve az is, hogy mindig éljünk az új lehetőségekkel, hiszen sosem tudhatjuk, hova jutunk el ezáltal. A plenáris előadást követően az ösztöndíjasok bemutatkozásai két párhuzamos szekcióban zajlottak. Dobosi Tímea, tervezőgrafika MA szakos hallgató, aki először pályázott az UNKP ösztöndíjra, a szavak érzelmekre gyakorolt hatását kutatta. A szavak fonetikai értelembe vett vizsgálatával foglalkoztam, azaz fonetikailag vizsgáltam a szavakat, tehát arra voltam kíváncsi, hogy a szavainkat, ahogy használjuk, nem, mi történik, hogyha nem az értelem alapján, hanem a hangzás és a hangulatkeltő hatásuk alapján vizsgáljuk őket. Ugye nem csak tervezőgrafikai szempontból van nekem fontos ez a projekt, hanem költészet szempontjából is, mert nagyon sokat írok, és érdekes volt olyan kísérleti szövegeket írni most, amik nem versek, és nem is szó szerint kell érteni őket, hanem csak a hangulat festő hatásuk van. A jövő te vagy, bíztat az új nemzeti kiválóság program mottója, mely minden kutatni vágyó fiatalt vár a jövő tanévekben is. Az ösztöndíjról bővebben a www.unkp.gov.hu oldalon lehet tájékozódni. Pedagógia és kereszténység címmel tartottak tudományos konferenciát Egerben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa kutatóközpontjának együttműködésében létrejött napon többek között olyan előadásokat hallhattak az érdeklődők, mint az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai a keresztény nevelésről, illetve az Ókeresztény Filozófiai Iskola Alexandriában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa kutatóközpontjának együttműködésében tartottak tudományos konferenciát Pedagógia és kereszténység címmel június 2-án a Líceumban. A konferenciára érkezőket dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntötte, aki kifejtette, a pedagógus képzés és továbbképzés az egyetem kiemelt feladata, melynek módszertanát a keresztény értékrend hatékonyan gazdagítja. Szoktuk volt mondani, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a pedagógus képzés fellegvára, de immár katolikus egyetemként a fenntartó szárnyai alatt nem csak a pedagógiát, hanem a kereszténységet is figyelembe kell vennünk, és a kettő kapcsolatának a jegyében született meg ez a konferencia. A nevelés az egy viszonykérdés, amely mindig a nevelő és a diák kapcsolatára épül,
És fontos számunkra az, hogy a nevelő az hiteles legyen, főleg ebben katolikus egyetemi létben. A konferencia nyitó előadását dr. Ternyák Csaba egri érsek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagy kancellárja tartotta, aki kiemelte, a líceum már önmagában is inspirációt adhat a pedagógiai munka megújításához, hiszen eleve egyetemnek épült. Beszédében kitért arra is, hogy amikor a pedagógiáról beszélünk, akkor mindannyian a nevelésre gondolunk. Amikor nevelünk, akkor pedig fejlesztünk, növelünk. Ezt akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a gyermekben elültettük a vágyat, az igényt a növekedésre, tanulásra, fejlődésre, fűzte hozzá. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, dr. Kuminec Géza az egyházi felsőoktatás céljairól beszélt, kifejtette, a katolikus egyház egyetemei egyszerre állnak a tudomány és az ember szolgálatában, miközben tulajdonképpen Isten országát építik. Minden pedagógiának megvannak a világnézeti alapjai. Minden pedagógia valamilyen embereszménynek a szolgálatában áll. A kereszténység a krisztusi életeszmény szolgálatában áll, és ezt próbálja a pedagógiai szakismeretek segítségével explikálni, megértetni, elfogadtatni a hallgatósággal. Dr. Virág Irén, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője, a Vallási és Erkölcsi Nevelés a Filantropista Pedagógiában címmel tartott előadást, ahol beszélt a 18. századvégi erkölcsi nevelés eszközeiről, illetve a vallásos nevelés lépéseiről is. Tulajdonképpen azt próbálja meg bemutatni, hogy ebben a nevelési kezdeményezésben, ami a 18. század végén jött létre a mai Németország területén, milyen fő értékrendi vonatkozások kaptak meghatározó szerepet részben az erkölcsi nevelésben, részben pedig a vallásos nevelés tekintetében. Összefüggje a kettő, feltételezi egyik a másikat, vagy pedig együtt valósulhat meg. Ön mit gondol, miért fontos kutatni, beszélni arról a témáról, hogy pedagógia és kereszténység? Én azt gondolom, hogy most így hallva korábbi előadókat, hogy teljesen más témában és időben adtak elő, és mégis felfedeztem olyan párhuzamokat az én előadásommal, ami a különböző kérdéskörökre vonatkozóan látszik, hogy a nevelés területeit mindenkor is foglalkoztatta. Akár beszéljünk az izraeli időszakban megfogalmazott nevelésről, hogy az utána még a 18. század végén is megvalósul, és most épp az előző előadásban pedig az is tetten érhető volt, hogy akár a 21. század legfrissebb katekéziseiben is irányadó. Tehát azt gondolom, hogy azok a kérdések, azok a problémák, amik a nevelésben megjelennek, azok a gondolatok, azok függetlenek az időtől, és mindig is nagyon-nagyon fontosak, és fontos, hogy ezeket körbejárjuk, megbeszéljük, és valamilyen megoldásokat keressünk rá. Az érdeklődők a nap folyamán olyan témákat hallgathattak végig, mint a nevelés és tradíció a bibliai Izraelben, vagy éppen Jézus tanítói gyakorlata a Szinoptikus Evangéliumok tükrében című előadások, de szó esett a hit, remény és szeretet erényéről a keresztény pedagógiában, és az új ember, új társadalom, új nevelés, a reformpedagógia és a vallási reformmozgalmak kapcsolatáról is. Képalkotás Béa, természetművészet specializáció, osztatlan vizuális kultúra tanárszak és a Képalkotás Béa szakstipendium Hungarikum ösztöndíjasok műveit is megcsodálhatták az érdeklődők június 3-án az Egri Kepes Intézet Modern és Kortárs Művészeti Központ első emeleti kiállítótermeiben. A 2022-es diplomakiállítást Bukta Imre, Munkácsi díjas képzőművész nyitotta meg. Bukta Imre, Munkácsi díjas képzőművész nyitotta meg a 2022-es diplomakiállítást, melyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzőművészeti és művészetelméleti intézet végzős hallgatóinak alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. Bukta Imre beszédében hangsúlyozta, bár a kiállításnak nincsen hangzatos címe, de az, hogy Diploma 2022 Eger egybefoglal mindent, ami itt zajlott az elmúlt években. Vajon ha máshol diplomáznak a hallgatók, másmilyen művek születtek volna?
tette fel a kérdést a művész, hiszen az alkotás szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a város, milyen a tanszék és milyenek az oktatók, adott rá választ. A köszöntő végén Bukta Imre arra is kitért, hogy kedvező folyamatok indultak el a művészvilágban, egyre több galéria foglalkoztat fiatal művészeket, épp ezért bátorította a végzős hallgatókat, hogy szálljanak be ebbe a versenybe. Ez egy szép, de küzdelmes verseny valóban. Ugyanis most már ugye nem csak egy budapesti központi egyetem létezik, ami képzőművészeket diplomáztat, hanem több Pécsen, Egerben, Szombathelyen, Szamáshelyen is van már. Megnéztem ezt a kiállítást valóban tegnap a Tamással alaposan, a Kopasz Tamás tanárúrral, és arra megállapításra jutottam, hogy nagyon is, hogy úgy mondjam, ha már a verseny, nagyon is versenyképesek a művek. Tehát a fontos az, és tényleg azt lehet üzenni, hogy tartsanak ki, és ne adják fel. Tehát ez a 3 év, vagy adott esetben 5 év nem arról szól, hogy most akkor lezártunk egy korszakot, hanem a művészet az igenis az egy olyan gondolkodási életforma, ami örökké tart a véleményem szerint. Tehát ezt nekik folytatniuk kell, mert érdemes. Nagyon sok a tehetséges, nagyon sok az izgalmas mű, nagyon jók a gondolkodási felvetések, a hangutések. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik az anyag, tehát ezt tudom nekik tanácsolni, hogy hajrá! A hagyományos festészetet keverte a konceptuális művészettel alkotásaiban Pálmai Nóra, negyedéves rajztanárszakos hallgató, akinek tervei között szerepel, hogy a tanítás mellett párhuzamosan kiállítóként is tevékenykedik majd a jövőben. Először is ez már nagyon régen kezdődött, ezeknek a munkáknak a készítése, és az elsődleges iklet az az volt, hogy újságpapírokat gyűrtem össze, és azokat ragasztottam fel a modellek arcára. Tulajdonképpen ezt előzetes válogatás előzte meg, hogy milyen képek fognak felkerülni, de valamilyen szinten a véletlen is közre játszott, hogy milyen sorrendben veszem ki a vízből és ragasztom föl őket, ezek ténylegesen felkerültek a modellek arcára, és akkor készültek vázlatok, fotók, és annak elkészülte után, illetve párhuzamosan készültek az olajfestmények. És mit szólsz hozzá, amit a megnyitóban elmondott a művész úr, hogy ez egy nagyon komoly versenyszféra? Abszolút, ez így van, tehát rengetegen vagyunk, egyre többen, és az egyetemnek hála nagyon sok jó szakember foglalkozik velünk, tehát már csak amiatt is nagy a verseny, hogy egyre többen, egyre jobbak a szakmában. Hát ebben kell ötletekkel, technikákkal kiemelkedni. A kiállítás különlegességét az is adja, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok első végzős évfolyamának és az osztatlan vizuális kultúra tanárszakosok műveit is kiállították a képalkotás BA és természetművészet specializáció szakosok alkotásai mellett, így egy nagyon izgalmas és sokrétű kiállítás jött létre. Mindenkitől legalább 2, valakitől 3, valakitől 4 munka kifért, de szerintem nagyon tartalmas és nagyon izgalmas, mert mindenféle, de nincs ilyen elköteleződés, hogy na most akkor itt mindenki nonfiguratív vagy figurális, mindenféle van, mindenféle. Nagyon erős akvarellek vannak abban a teremben, ott meg kollázs. Közte meg hát az összes olyan festészeti médium, ami létezik. Olaj, akril, stb. Tehát nagyon színes, nem csak a színük, hanem maga az anyag, tehát egy ízes, színes, izgalmas, kifejezetten jó. A kiállításon bár többségében festmények, rajzok voltak láthatóak, azért akadtak olyan művek is, melyek kiléptek ezekből a műfajokból. Olá Márta, természetművészet specializáció szakos hallgató, egy saját betűtípus dolgozott ki diplomamunkaként. Hát lényegében én már egészen fiatal koromtól kezdve vonzódom így a grafika és a tervező grafika iránt, illetve próbálkoztam is bekerülni a szakra, ami végül sikerült is, hál' Istennek. Viszont mindenképpen szerettem volna elvégezni a természetművészetet is, mivel rengeteg ilyen izgalmas témát láttam benne. Úgyhogy a végére úgy gondoltam, hogy kicsit így elindulok a diplomamunkával ott a tervező grafika irányába is, úgyhogy így igyekeztem ezt a plasztikus irányt összehozni a tervező grafikával, és akkor esült ki belőle. Ez egyébként a River, ez egy általam tervezett font lenne, és ezt próbáltam így 3D-be kerámiával, hagyományos technikával kivitelezni. A diploma 2022 kiállítási június 26-áig tekinthető meg az Egri Kepes Intézet Modern és Kortárs Művészeti Központ első emeleti kiállítótermeiben.
Kedves nézőink, ennyi fért bele mai adásunkba. Tartsanak velünk 2 hét múlva is, hiszen stábunk akkor is elhozza az egyetem aktuális történéseit. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!